Miért és hogyan emlékezünk Mihail Gorbacsovra? Losonc Alpár eszmefuttatása. Néhai kedves barátom röpítette világgá az eszmefuttatást. Persze kocsmasztal mellett, hogy a hatalom elvesztése az egzisztenciába vág. Aztán jó magam is dédelgettem, gyúrtam az elméletecskét. Ezen amatőr elmélet szerint ugyanis, aki híján marad a hatalomnak, annak a testét, lelkét átjárja a vesztességtudat, előbb vagy utóbb súlyos következményekkel. Amatőr elmélet ez, mondom, mert amennyi igazoló, ám ugyanannyi cáfoló példát is tudnék felsorakoztatni. És innen az utolsó megkérdőjelező jellegű példa. A most meghalt Mihail Gorbacsov 3 évtizede veszített el egy nem is akármilyen hatalmat, mégis irigyelni való magas kort ért el. Mint egy 30 évig éldegélt a félreszorítottság, a szükségtelenség érzetének gyötrelmes állapotában, túlságosan hosszú ideig is keserves magánnyal sújtva, ha jól értem, egy külvárosi lakásban, legfeljebb az államilag kirendelt testőrökkel a környezetében, ráadásul dilémmákkal terhelve a saját történelmi szerepét és teljesítményét illetően. Hova tovább egyszer még megpróbált visszatérni a hatalom trónjára az említett periódusban, ám kudarcot vallott, egyszerűen a történelem forgása végérvényesen megakadályozta, hogy peremhelyzetből kilépve újra a hatalom valamifajta birtokosa legyen. Lehetséges, hogy amennyiben nem állna fenn a jelenlegi helyzet, valamennyivel kisebb hangerővel emlékeznének meg az egykori szovjet első emberről a különféle újságok a világon, és az sem zárható ki, hogy fiatal embereknek, akik számára 20. század 80-as évei egy rég volt, porosodó kor időközét jelentik, még azt sem lehetne elmagyarázni, hogy miért kavarodott fel a por Gorbacsov körül, és miért ír most szinte mindenki nekrológot. Ám létezik a ma helyzet, mármint az Ukrajnában dúló háború, és Gorbacsov egykori ténykedésének akár szándéktalan következményei, és ezen háború között bizony összefüggések vannak. Hogy Gorbacsovot élénken foglalkoztatták éppen ezek a, még egyszer mondom, emberi szándékot meghaladó következmények, az jó néhány későbbi megnyilvánulásából egyértelműen kiderül. Emlékezzünk, a világ számára akkor került ő Rivalda fénybe, amikor a 80-as évek közepén hangot adott azon meggyőződésének, hogy a hidegháború egyik hatalmi pólusában, mármint az akkori Szovjetunióban rosszul állnak a dolgok, a szocializmus enyészetnek indult, a társadalmi kohézió folytonosan roncsolódik, a modernizáció kátyúba került, és valószínűsíthető a lehetőség, hogy mélyreható korrekció hiányában a 20. század 3. évtizede óta építgetett szovjet birodalmi építmény tartószlopai összeroppannak. Lehet persze elmélkedni azon az örökös kérdésen, hogy a szakadékba vezető lejtmenetet a belső krónikus gyengeség, vagy a külső nyomás mozdította előre, hát inkább az a célszerű, hogy mindkét vonatkozásrendszerre számítsunk. Aminek hangsúlyozásával szembe kerülök azokkal, akik rózsaszínűre pingálják az egykori atlanticista szereplők magatartását, és azt föltételezik, hogy az olyan szereplők, mint a harmadrangú színész és amerikai elnök Ronald Reagan szívélyesen átölelte a reformlázban égő Gorbacsovot, és a lehető legnagyobb jó indulattal figyelte, és teljes mellszélességgel támogatta a szovjet rangelső korrigáló fellépését. Ezenkor ugyanis a neoliberalizáció intézményesülésének, Reagan csillag háborújának a kora, amikor az említett amerikai elnök moralizáló módon a megtestesült rossz és a szovjet szocializmus elleni kozmikus hadjáratra hív fel.
Persze Gorbacsov két híres irányulása jelszava, mármint a glasnost és a perestroika, hamarosan a napnyugati médiák kedvenc fordulataivá avansált. Ugyanezen médiák, amelyek lámpással keresik azokat, akik eladható hősökként mutathatók be, Gorbacsovot mosolygós, joviális média személyiségé avatták, aki a Reagan félékkel parolázva derűsen néz a nyugat által biztosított jövő elébe. Van abban valami tünetszerű és egyben megalázó, hogy Gorbacsov halálának hírét meg annyi helyen a Pizza Hut kereskedelmi számítgató gyász gesztusa övezi. Ő az, így szól az elbeszélés, aki elhozta a pizzát a rapszíra fűzött, fogyasztástól megfosztott szovjeteknek, ő az, aki oda tette a szovjet asztalra a nyugati árutermelés gyümölcseit. Meg lehet, ám a reformokat menedzselni szándékozó Gorbacsov mégsem erre gondolt. Mint ahogy a személyi kultusz, a szocializmus széttörő géniusz képe, amelyet Gorbacsovhoz rendeltek, is mélyen hamis. Gorbacsov a lentről felülre jutó káder látott sok mindent, így tapasztalta az akkori mély dekadenciát, de hogy ő fordította volna meg a történelem akkor már erőteljesen megformálódott irányát, ez még túlzásnak sem jó. Ő legfőjebb halálgondnok lehetett egy széttörlődött birodalom végnapjaiban, és a nyugati szereplőkkel való több mint szívélyes viszonyának az volt az ára, hogy nem kevesen ugyanazon birodalom hatalmi állaga megrontójának minősítették. Pontosan abban a mértékben, ahogy nyugaton dicskoszorút raktak a fejére, túlontúl sokan hitték el, hogy Oroszországnak a Szovjetunió kimúlásával történő zuhanása éppen az ő számlájára írható. Az mindközönségesen ugyanis sokak rovására írható. Adózok a pillanatnak, amikor azt írom, hogy az az Alexander Dugin, akinek a lányát, a minap egy, az eredendően az apát megcélzó merénylet vélhetően tévesen kivégezte. Szóval Dugin Gorbacsovot abba a fénybe helyezi, hogy az orosz történelemben egyedülálló módon föladta a birodalom hídfőállásait, és hagyta, hogy Oroszország egy kívülről irányított állammá silányodjon. Vagy hogy a nacionalista Dugin, a filozófus geopolitikus, akit egyébként az itt többször tárgyalt média ideológikus módon Putyin megrontójának tart, úgy hiszi, hogy Gorbacsov a földre való összpontosítottság helyett eléggé el nem ítélhető módon az atlanticista világkontextusba beleilleszkedő tengerre utaltságot helyezte előtérbe. Dugin, akit az európai jobboldal különféle változatai szívesen hallgatnak, azonban olyan hatalmat tulajdonít Gorbacsovnak, amellyel ő nem rendelkezett. És nehéz megszabadulni a tragikus jelzőtől vele kapcsolatban, ha másért nem, hát azért, mert az igényesebb nekrológok, amelyek számára Gorbacsov személyisége gondolkodni való anyag, gyakran folyamodnak ehhez a jelzőhöz. Őt meghaladó roppant történelmi erők gyűlték le, szubjektív intenciói kibicsaklottak, belépett egy olyan térbe, amelyben akármerre is ment volna, csak vereség várt arra az emberre, aki mégiscsak egy birodalmat segített át a túlvilágra. Ráadásul, ahogy ezt mondjuk a nevezetes újságíró John Pilger fejtegeti, nem lehet figyelmünk kívül hagyni, hogy a gorbacsovi ügyködésnek sokfajta következményei adódtak. Lehet, hogy a közép-európaiak, így a magyarok örültek, hogy eltűntek a szovjet katonák az országukból, és hogy életüket a piacgazdaságnak és a privatizációnak szentelhették. Lehet, hogy rengeteg értelmiségi örömmámorban úszott, mert végre szabadon beszélhetett. Lehet, hogy felettébb helyes, hogy előre lökte a nukleáris leszerelés ügyét, és így nem kerültünk az atomkatasztrófa kellős közepébe, ám nem szabad elfeledkezni azokról sem, akiket lidérces szociális katasztrófa ért.
Pilger, aki amúgy néhány évtizedig szinte páratlan módon mindig ott volt azokon a helyszíneken, ahol a világ forrt, a tanú beszéd helyzetéből szól, és sorolja a posztszovjet gazdasági zuhanás számadatait. Elvégre arra is emlékeztethetünk, amikor a tárgyalagosságra törő amerikai kutatók megrökönyödve állapították meg a romlás fokát, így például azt, hogy visszatért a porondra a szocializmus által lebírt tuberkulózis. Minden esetre mindebben találtatik egy jó adag igazság, ám abban kételkedem, hogy a tragédia tapasztalata megadatott volna Gorbacsovnak. Nem kellene felejteni ugyanis azok lamentálását, akik úgy vélik, hogy a modernség szerkezeti meghatározottságai okán nem tud eljutni a tragikus érzés magasságához. Lehet, hogy a rossz közérzet Gorbacsov esetében abból is származott, hogy mindebből nem lehetett tragikus tapasztalatot kicsikarni, csak a saját naivitást érzékelni. Jó magam ugyan nem vagyok feltétlen híve a politika tudományban honos realizmusnak, amely kineveti az idealizmus erőlködéseit a nemzetközi viszonylatokban, de azt elfogadhatónak találom, hogy Gorbacsovból hiányoztak ezen kiúzanító realizmus legalább bizonyos elemei, mint ahogy személyiségének szerves része volt a többlet idealizmus a nemzetközi relációk hatalmi konfigurációját illetően. Rossz közérzetének másik elemei a rátapadó naivitás kínzó felismerése. Amikor körülnézett, akkor azt konstatálhatta, hogy ugyan hozzájárult az egykori hidegháború legalább ideglenes felszámolásához, hozzásegítette a II. Világháborúban vesztes és szétszakított németeket, hogy ismételten egybeforjanak, ám a már néhány száz éve nagyhatalmi ambícióval bíró Oroszországot átadta a privatizációval egybekötött átmenet örvényének, egy olyan helyzetnek, amely a szuverenitás radikális csökkenésével járt párban. Kevésbé irányított ő azonban, mint ahogy azt gondolta. És az imént szóba hozott realizmus tanulságát nem lehet túl gyorsan félrerakni. A realizmus ugyanis azt hangsúlyozza a mód felett, hogy az, aki gyengének mutatkozik, kiváltja az ellenfél, a rivális erőhatalmát. Megtörtént ez, azaz utolérte a realizmus átka Gorbacsovot, engedményeket tett, és nyilván várakozást támasztott, hogy a napnyugat katonai, gazdasági, politikai elitje is engedményekkel válaszolnak, mint hiába. Innen a rossz közérzet abban az emberben, aki nem véletlenül 2014-ben igent mondott Krím-félsziget orosz visszahódítására, noha Putyin irányában kritikákat is megfogalmazott. Valójában úgy fest a helyzet, hogy Gorbacsov tragikus színezetű alapállásában ott volt a putyini fellépés magja is, amely lényegében bizonyos lehetőségeket visszaperelt az áhított birodalomteremtés és nacionalizmus elegyével. Egy azonban biztos, ha valahol célszerű szem előtt tartani, hogy óvatosan bánjunk a másnapi okosság lehetőségeivel, akkor ez hatványozottan érvényes a most elhunyt ember, Mihály Gorbacsov személye kapcsán.